Köszöntöm kedves nézőinket! Akik jártak már itt az Alsó-Dunaparton, nem kerülhették el városunk legmonumentálisabb szobrát, Galántai György szobrászművész alkotását. Sokan csak csigának, zsiráfnak vagy csúszdának becézik. A 20 méterszer, 10 méterszer, 4 méteres acéllemezből készült szobor valódi címe 1/2x egyenlő V-Félix egyenlő Viktória. Ugye ezt önök is tudták. Finom ételek, jó zenék, változatos és szórakoztató programok. Évek óta erről szól Dunaújváros legnagyobb rendezvénye, a Parázs Varázs. Immáron 11. alkalommal rendezték meg a háromnapos rendezvényt, amelyre idén több mint 10 000-en látogattak ide az Alsó-Dunapartra. Amikor mi az LGT emlékzenekart megcsináltuk, akkor az volt az elképzelésünk, hogy a magunk örömére LGT-t játszunk. Úgy, ahogy mi azt szeretjük, úgy, ahogy mi azt elképzeljük. Amikor mi megcsináltuk az LGT emlékzenekart, akkoriban, azokban az években alakult még egy-két tribute banda az országban, de nem gondoltuk azt, hogy mi az első hullámában benn leszünk ennek a divatnak. Nem törekedtünk arra, hogy ugyanúgy nézzünk ki, mint az LGT tagjai, ugyanúgy játsszuk az LGT dalokat, ahogy ők, hanem a magunk örömére játszottuk az LGT dalokat. Tehát ebből a vonulatból teljesen kimaradtunk, kihagytuk magunkat, és ebben a világon semmi tudatosság nem volt. Mind a mai napig úgy játsszuk az LGT dalokat, ahogy azt mi szeretjük játszani, és nem követünk trendet. Tehát nem akarunk úgy kinézni, ahogy a piciék kinéztek a 70-es években, nem akarunk minden nótát úgy felépíteni, ahogy ők felépítettek, nem akarunk olyan hangszereken játszani, Hammond orgonán, mit tudom én, ahogy azt annak idején ők csinálták, hanem a magunk íze szerint játsszuk a dalokat. Semmi titok, ez így működik nálunk. Nem érted most, hogy ezt miért mondtam el? Fiú! Egyedül tiéd az élet. Nem lehet. Most is sokszor elmondtam, de tényleg így van, hogy nekünk ugyebár nagyon sok éven keresztül nem sikerült úgymond a nagy közönséghez eljutnunk. Pont rosszkor kezdtük a Hooligans, rádiók nem játszották, média nem volt kíváncsi az ilyenekre. Aztán hála drága jó Isten kérek meg az embereknek, hogy
ez megváltozott. De nem tudom, mi a receptje, az biztos, hogy mindig hittünk benne, az nagyon fontos a hit, a kitartás, meg hogy szeressük egymást. Mi azért nagyon jó barátok vagyunk a Hooligans együttesben. Valószínű, hogy az lehet a varázsa, hogy hát nem hiszem, hogy szemtelnek lennénk. Hát ugyanúgy kellőképpen, mint ahogy egy huligánhoz éli. De lehet, hogy ez csak kamu. De én úgy fordítanám, hogy bátrak vagyunk. Bátrabbak vagyunk, és oda tesszük a pofánkat bárhová mindig. De mindenhol ezt a minimum, ez, amit nyújtani tudunk, tehát készülünk rá. Ez köszönhető a Hooligan stábjának is. Még sokszor egész nyáron, meg mi egész télen a következő nyára, most az idejére készültünk, de most télen nem pihenünk, hanem készülünk a következő nyára. Főleg azért, mert 20 éves lesz a zenekar, és a 20. év végén tervezünk egy jubileumi koncertet, mondjuk az arénában. Erre szeretném mindenki figyelmét felhívni, hogy tessenek eljönni, hogyha nincs jobb dolguk. Fűszerkeverékes csirke lesz, mézes, mustáros sitarja, és mézes hagymánk is van hozzá, és egyszerűen megsütjük így lángos, ami extra. Szüleimtől ellestem, amit úgy lehetett gyerekkoromban, és mikor rákényszerültem a családjogok miatt, hogy magamnak is főzni kellene, így élvezetté vált. Nagyon sok fél évvel készültem. Én hagyományosan most már a harmadik, negyedik éve vadakkal, tehát mind grillen, idén először tárcsán őzet, illetve vaddisznót sütök.
megvannak a zsűrizésnek a szabályai, ugye az első és legfontosabb az a kóstolás. Tehát én bármilyen ételnél zsűrizünk, most ez akár milyen főzőverseny, azért 70% az ízhatás. A másik ugye a szemünkkel is kóstolunk, tehát hogy mennyire szépen van elkészítve az étel. Itt természetesen most nem nézzük azt, hogy milyen, hogy tálalnak az ételi körülmények között. Tehát a két fő szempont az ízhatás, tulajdonképpen a szemrevételezés, és akkor innentől kezdve, hogyha ugye nagyon sok versenyző van, 300, végigjárjuk az egész területet, megpróbálunk különböző szűrőket csinálni, hogy megnézzük azt, hogy ki az, aki tényleg már látszik, hogy profin gérezik, úgy készíti elő a dolgokat, úgy süti, olyan hőmérsékleten készíti elő az ételeket, és akkor utána pedig jön a kóstolás része. Buli. 2004-ben indult, azt hiszem legelőször, én szervezőként voltam itt a legelején, és akkor talán 10 vagy 15 asztal volt összesen, és az úgy kinőtte magát, és akkor a parti lett belőle, itt azzal is találkozok, akivel már 10 éve nem találkoztam. És az a feeling, azt nem tudja visszaadni, nincsen más ilyen buli, ami városban van. Ez az egyetlen frankó a városban. Akikkel mi együtt dolgozunk, mi nagyon-nagyon jó barátságban vagyunk, és azt hiszem, hogy ez az egyetlen egy igazán jó dolog érezni, hogy amikor fönt vagyunk a színpadon, vagy akár a ródok, akár a világosítók, mind-mind azért vannak, mert mindannyian azt szeretnénk, hogyha a másiknak jó lenne, úgyhogy ez már tényleg barátság. Egyrészt most ebben az évben egy ilyen átgondolt színpadképpel készültünk, ami ugye a február 20-án a Szimacsarnokbeli koncertünkön lett először bemutatva, és hát arra gondoltunk, hogy ezen kívül még hozzuk a slágereket, mert hogy ezek olyanok, mint a mi fellépő ruháink. Ők a mi mindenünk, az a rengeteg dal, amit összeállítottunk. Néha egy kicsit változik a műsor, attól függ, hogy érezzük, de a fő slágerek azok benne vannak. Színpadon a táncosok és egyéb színpadi produkciókkal szórakoztatják a gyerekeket, valamint itt a placon és a túloldalon, itt ingyenes légvárral, kötélpályával, akadálypályával, népi játékokkal szórakozhatnak a gyerekek, valamint a túloldalon egy vidám park várja őket nagy szeretettel. Körülbelül 11 órakor jöttünk, kipróbáltam ilyen dobós játékot, meg vettünk üdítőket, meg gumicukrot. Hát az apró urat minden érdekli, ami mindenféle jármű érdekli őt. Rendőrautón már túl vagyunk, aztán most így lehetősége volt, hogy kicsit közelebbről is lássa, hogy a tűzoltók milyen eszközökkel dolgoznak, illetve hogy mivel közlekednek.
Azt tetszik most, ahogy beültem, ez az ülés, hogy beülök, és magától beáll a magasságomhoz. Az Újváros egyeszerrel jöttünk ki ide a Dunai Városi Gyereknapra. Nagyon szívesen látjuk a gyerekeket. Nagyon fontos nekünk, hogy magát a tűzoltóságot így közelebb hozzuk a gyerekekhez, és így a szülőkhez is. Jobb legyen a szervezetünknek a megítélése is, és ugye a tűzoltók elég gyerekszerető mindegyik, és szívesen játszanak itt a gyerekekkel. Hagyományon a megfelelő megint nagy örömmel készültünk a gyermeknapra, különböző technikai eszközöket hoztunk ki, rendőrautó, ami mindig is nagyon-nagyon népszerű volt a gyerekek körében, beülhetnek, kipróbálhatják a szirénát, kipróbálhatják a fényjelzőkészüléket, ez nagyon-nagyon népszerű az ő körükbe. Emellett hoztunk különböző kisebbeknek, nagyobbaknak totókat, bűnmegelőzési totót, illetve kresztotókat, gépjárművezetőknek, kerékpáros totókat hoztunk ki. Ez igazából annak nagyon jó, a felnőttek is nagyon nagy örömmel töltik, és nagyon lelkesek, mivel egyfajta tükör számukra az, hogyha már 10-20 évvel ezelőtt szereztek jogosítványt, akkor éppen hol tart a kresztudásuk. Vasárnap, május 31-e idén a Nemzetközi Gyermeknap, tehát a gyermekeké a főszerep. A mai programot is így alakítottuk ki. Itt már korán reggel elkezdődtek a rendészeti bemutatók, kivonultak a hatóságok, meg lehetett tekinteni az autóikat, amiket egyébként csak az úttesten villogva, nínózva látnak a gyerekek. Sikerült ide rendezni a helyi Dunamecég által egy kukásautót, ami iszonyatosan nagy sikert aratott. Úgy szintén, úgyhogy itt délelőtt igencsak megtelt az alsó Dunapart gyerekekkel. Sokszor mai napig jönnek oda hozzám, hogy jaj, Szandika, tehát az emberek szeme láttára nőttem fel, és kicsit ilyen családtagként szoktak köszönteni sokszor, és ez jól is esik, megmondom őszintén. Szóval nekem Alexandra egyébként a nevem, és annak idején küzdött is apukám Fenyő Mikivel, aki nevet akart nekem adni, valami művész nevet, azért adták nekem a Alexandra nevet ők, mert hogy szép név, és nem hagyják, hogy nekem más legyen a nevem, és maximum a becézése lehet ennek, mert hogy engem már kiskoromban is szólítottak. Úgyhogy én 2 évesen is Szandi voltam, és 80 évesen is Szandi leszek. Köszönöm szépen! Nagyon-nagyon jó volt veletek! Az elsődleges cél, mint mindig a Parázsvarázs Fesztiválnál, hogy szinte minden korosztály megtalálja maga számításait. Igazából a legtöbb önkormányzati rendezvénynél ez elmondható, hiszen hogyha egynapos rendezvényről beszélünk, akkor is igyekszünk úgy kialakítani a programot, hogy akár a bölcsődéstől, óvodástól kezdve egészen a nyugdíjaskorig mindenki megtalálja maga számításait. A Parázsvarázs Fesztiválnál én úgy gondolom, hogy egy 3 napos rendezvényről van szó. Itt azért egy kicsit hosszabb időintervallumról beszélhetünk, és így biztos merem állítani, hogy ez sikerült idén is. Yeah.
tavalyi évben sikerült kialakítani, én úgy gondolom, az önkormányzatnak egy nagyon jó kapcsolatot az Ezer Lámpás Éjszaka szervezőivel, és ezt idén is folytattuk. Ugye délután 3 órától ők vették át a színpadot, ők biztosították a fellépőket természetesen velünk, mint a fesztivál szervezőivel egyeztetve, és este igen 9:30-kor mindenhol az országban, amelyik önkormányzat, illetve város becsatlakozott, egy időben elengedjük ezt a több száz, több ezer lufi, hogy minden gyermek hazataláljon, hiszen az eltűnt gyerekekről van szó jelen esetben. Május 25-e az eltűnt gyerekek világnapja. Egyeztetve az Ezer Lámpás szervezőivel úgy gondolták, hogy ők is a gyereknaphoz kötik, hiszen ekkor ez a nap szól a gyerekekről, és úgy gondoljuk, hogy az eltűnt gyerekek itt kell, hogy megjelenjenek, és egyben jelképezve azt, hogy akkor hazataláljanak. Nyilván a legfontosabb mondani valója az egésznek, ami az esemény célja, az eltűnt gyermekek megtalálása, ami egy nagyon nemes dolog, és ezzel is szeretnénk kifejezni köszönetünket a partnereknek, támogatóknak, illetve kiemelten Dunaújvárosnak, aki többek között befogadta az eseményt, és most már második alkalommal csatlakozott hozzánk. Ez a jelenség, ez egy ilyen megdöbbentő számokat produkál. Évente több mint 10 000 gyermek tűnik el, ami egy hatalmas szám és egy óriási volumen, és a mi kezdeményezésünk, amelyet a Kárász Robi barátunk álmodott meg, és egy ilyen csodát véghez vitt így az elmúlt 5 évben, arra célra szolgál, hogy erre a jelenségre hívja fel a figyelmet, hogy figyeljünk egymásra, figyeljünk a gyermekekre, figyeljenek a családok, a családtagokra, a gyermekekre, és tegyenek meg mindent azért, hogy ilyen problémák lehető legkevésbé forduljanak elő. Az eseményünk egy figyelemfelhívó esemény, amelyet úgy tudunk még hitelesebben megvalósítani, hogy nagyon jeles személyek, fellépő, zenei fellépő művészek, különböző jó nevű műsorvezetők csatlakoznak az eseményhez, és a szolgáltatásukkal gyakorlatilag azt teszik nekünk lehetővé, hogy minél élesebben és minél hitelesebben tudjuk kommunikálni ezt a problémát. Nekem van egy 4 éves kisfiam, nyilván mindig is imádtam a gyerekeket, de az embernek lesz saját gyerek, akkor annyira másképp látja onnan a gyerekek helyzetét és kiszolgáltatottságát, és hát egész elképesztő azzal szembesülni, hogy bánnak a gyerekekkel, és hogy milyen borzalmas, ördögi dolg tettekre képesek a felnőttek a gyerekek ellen. Ez valami egész hátborzongató. Sokféle út áll előttünk, hogyha a gyerekkel foglalkozunk. Mindent megengedünk neki. Hadd csinálja a gyerek, hadd bontakozzon, vagy azt mondjuk, hogy legyen olyan, amilyen én akarok lenni. Vajon melyik lehet a helyes út? Hát hadd csinálja, hadd bontakozzon, de nyilván kellenek a gyerekeknek keretek, szabályok, mert a gyerekek biztonságban érzik magukat attól, hogyha tudják, hogy azért mégis meddig mehetnek el. Tehát nyilván muszáj őket valamennyire terelgetni, de hát szerintem a legfontosabb a szeretet. Tehát hogyha az ember szereti a gyerekét, akkor azért olyan nagy baj nem lehet. Nyomátom a planom, egy szempillát is itt
is elilladok. Megkapom a jelet, és akkor visszaszámolunk, jó? 10-től számolunk vissza, és a nullánál... Idei évben ugye 10 város, illetve 11 város, pontosabban 11 város csatlakozott a kezdeményezéshez, és 15 ezer darab lufi kerül felengedésre ma éjszaka, ma este az ezer lámpás éjszaka keretein belül egy adott pillanatban. Ez ugye egy, ennek a mondani valója is ugye ennek az egész eseménynek ez az utolsó pontja egy-egy napon, és egy kicsit így azt szimbolizálja, hogy utat mutatunk a gyermekeknek a hazataláláshoz, a világító lufik az égbe szállnak az ország 11 pontján, és ezzel megvilágítják azt az utat, amely a gyermekeknek a hazatérés reményét jelenti. Együtt 10, 9, 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1, most gyerekek haza! Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Jövő heti adásunkban többek között a Dunán innen Tiszán túl című ifjúsági tehetségkutató versennyel, egy néprajzi konferenciával és egy fiatal dunaújvárosi művész Somogyi Lili bemutatásával várjuk Önöket. Tartsanak velünk továbbra is, tartalmas televíziózást kívánok!